Hát szeretnék én is mindenkit üdvözölni. Avonyi Zsanett vagyok az Akvinkumi Múzeumból, és a következő néhány percben azt szeretném bemutatni, arról szeretnék beszélni, hogy mi hogyan működünk együtt a hagyományőrzőkkel, és milyen megoldásokat kerestünk, és hát talán találtunk is arra, hogy a hagyományőrzők, vagy hát egészen konkrétan a történelmi újrajátszók segítségével hogyan szerezzünk több látogatót, hogyan varázsoljunk visszatérő látogatókat a múzeum közönségébe. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Hát ugye mik is az alapok, mik a kiindulási pontjaink. Van egy 130 éves múzeumunk, ez idén 130 éves, 130 éve nyitotta meg az Akvinkumi Múzeum a kapuit, méghozzá május 10-én lesz ez a jeles nap. Van egy hatalmas régészeti gyűjteményünk, ami egészen az őskortól a népvándorlás koráig mutatja be Budapest történetét. Amúgy ez a múzeum a fővárosi önkormányzat kezelésében van, és mint tudjátok, a Budapesti Történeti Múzeumnak a tagintézménye, úgyhogy viszonylag egy ilyen szövevényes háttere van. A lokációját illetően pedig hát ugye nagyon fontos, hogy maga az intézmény az a harmadik kerületben, a Szentendrei út mentén található, ami valamiért az emberek fejében egy ilyen nagyon távoli helyszínként él, ami szinte már megközelíthetetlen, hiszen csak a H5-ös hév jár odáig, úgyhogy ez egy nagyon nagy probléma, hogy az emberek nehezen határozzák el magukat amellett, hogy kijöjjenek Akvinkumig. Éppen ezért, hogyha szeretnénk őket megszólítani, és mégiscsak arra bírni őket, hogy mellettünk döntsenek, hogy nálunk szeretnék szívesen eltölteni a szabad idejüket, akkor ahhoz egy nagyon komplex ajánlatot kell, hogy biztosítsunk a számukra. A látogatókról elmondható amúgy, hogy főként 5. osztályban járnak nálunk először, amikor az iskolában tanulnak a Római Birodalomról, és általában ezt egy ilyen 20-30 év kihagyás követi. Egyszerűen hiába voltak az elmúlt 15 évben számos fejlesztéseink, ezek nem ütik meg azt a szintet, hogy nagy arányban döntsenek megint csak mellettünk, és ellátogassanak hozzánk. Úgyhogy általában olyan látogatói visszajelzések vannak, hogy akkor volt, amit utoljára, amikor idehozott a tanárom, emlékszem, volt itt egy csomó kő, emlékszem, hogy voltak itt kövek, és eddig azt gondoltam, hogy minek ide visszajönni, hiszen a köveket már láttam. Szóval ez a nagyjából kiindulási pontunk, amit valahogy el kellett mozdítani, és az emberek fejében egyfajta ilyen paradigmaváltást elérni, hogy ne csak egy romterület legyen a fejükben, amikor Akvinkumra gondolnak, hanem valamilyen sokkal színesebb, sokkal modernebb kép éljen a múzeumunkról. És hát, hogy mi mit is találtunk ki, igen, tehát hogy ez a kérdés, hogy hogyan legyen több látogatónk. Amúgy a múzeumnak átlagban olyan 50 ezer látogatója van éves szinten. Ezt azért jó tudni. Na, tehát, hogy mi is a megoldás szerintünk. Igen, azt hiszem elcsúszott a PPT-ben a szöveg, ezért elnézést. Tehát 3 pillére van a mi megoldási kísérletünknek. Az egyik a rendezvények, a másik a nem hagyományőrzők, hanem a történelmi újrajátszók, a harmadik pedig a kommunikáció. Úgyhogy elsőként a rendezvényekről szeretnék beszélni. Tehát ahogy az előbb is említettem, egy úgynevezett komplex ajánlatot kell, hogy kitaláljunk, ami alatt azt értem, hogy egy rendezvény során, ami egész nap tart, a múzeum nyitvatartási idejében, akkor olyan programokat kell, hogy összeállítsunk, amiben tulajdonképpen a múzeumnak a teljes kínálata megjelenik, hogy egyfajta ilyen eszenciaként megismertessük az emberekkel, hogy mit is tudunk mi, ezt kell megmutatni egy-egy ilyen rendezvényen. Természetesen úgy, hogy a lehető legszélesebb körben biztosítsunk különböző korosztályoknak élményteli elfoglaltságot, amelyből akár tanulhatnak is. Nyilván nagyon fontos szempont, hogy a rendezvényeknél az ár-érték arány nem feltétlenül
variálható olyan értelemben, hogy annak ellenére, hogy azt gondoljuk, hogy ez sokkal értékesebb annál, mint hogy egy átlag múzeumi belépővel jöjjenek, nem emelhetjük meg az árakat, tehát normál múzeumi belépővel biztosítjuk a rendezvények látogatását is. Ez nagyon fontos szempont, mert hogy ezzel tudjuk azt elérni, hogy ránk essen a választásuk egy-egy hétvégén, amikor egy nagyobb rendezvény van nálunk. Hiszen akkor láthatják a programkínálatból, hogy a kisgyerek talál magának kézműves foglalkozást, harcolhat a keltákkal, a felnőttek elmehetnek tárlatvezetésre, előadásra, színházi bemutatóra, de még hogyha nagymamát elhozzák, még ő is fog találni magának valami olyan programot, amellyel így az egész család egy egész napot egy biztonságos környezetben, kulturális témában el tud tölteni, és nagyon fontos, hogy éppen ezért, hogy minél színesebb legyen a programunk. Fontos az is, hogy amikor a rendezvényeket összeállítjuk, a rendezvénynaptárunkat, akkor törekedjünk arra, hogy mindegyik egy kicsit más legyen az előzőtől, tehát nem csak egy éven belül a különböző rendezvények, hanem az ismétlődő programok is. Tehát, hogy annak ellenére, hogy most a 33. Florália közeleg, két hét múlva, nem engedhetjük meg azt, hogy valaki azt mondja, hogy, ezt már mondták, ezt azért mondom, hogy ha jártál egy Florálián, akkor az összeset láttad. Tehát nem érezhetik azt, hogy a látogatók, hogy fölösleges eljönni legközelebb, hiszen már minden programot ismerek, hogy mindig csak ugyanazokat ismételjük, hanem sokkal inkább azt kell elérnünk, hogy az legyen a benyomásuk, hogy mindig lehet újat tanulni, mindig van valami érdekesség, és éppen ezért egy ilyen színes programkínálattal rá lehet őket arra bírni, hogy akár a Florália másnapján is úgy döntsenek, hogy visszatérnek, vagy ha akkor éppen nem érnek rá, akkor a következő évben határozzanak így. A programok kitalálásánál is az a koncepciónk, hogy nagyon sűrűn követik egymást a különböző események egy-egy rendezvényen belül, fél óránként, 20 percenként, és ez is azt a cél szolgálja, hogy ha túl kínálat van, és nem tudnak dönteni, hogy melyikre menjenek el a látogatók, az még mindig jobb, mint hogyha nem tudnak mit kezdeni magukkal, és úgy távoznak, hogy unalmas volt a rendezvény. Tehát, hogyha a túlkínálat miatt lesznek olyan programelemek, amikről lemaradtak, vagy amikkel ütközésben volt egy másik program, az sokkal inkább arra sarkalja őket, hogy visszatérjenek legközelebb, vagy akár a kétnapos rendezvénynek a másnapján. Az Akvinkumi Múzeumban az elmúlt évek során több ilyen típusú rendezvényt indítottunk útjának, vagy újítottunk meg, majd a későbbiek során fogok erről egy összesítést is mutatni. És hát ugye nagyon fontos pillér, talán a legfontosabb a három közül, az a történelmi újrajátszókhoz kapcsolódó pillérünk. A hagyományőrző csapatok szinte mióta a Florália van, 89 óta részeit képezik a múzeum életének, tehát ez nem újdonság, hogy mi ilyen csapatokkal dolgozunk együtt. Viszont azt el lehet mondani, hogy csak néhány éve van úgy, hogy ezek a csapatok mondhatni otthon érzik magukat, mert előtte sokkal inkább egy ilyen megbízási jelleggel jöttek el a múzeumba, megkapták a szerződésüket, elvégezték a feladatot, és aztán utána már mentek is el. Nem voltak igazán bevonódva, nem érezték magukénak a programokat sem, tehát tényleg a megbízás, amit tartalmazott, ezt elvégezték, de mondhatni nem adtak hozzá olyan extrát, amit ma viszont már tapasztalhatunk. Viszont azt a múzeumnak kellett beismerni, hogy egészen egyszerűen a hagyományőrző csapatok azok, akik a rendezvényeket a hátukon viszik. Éppen ezért nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a hagyományőrzők úgy érezzék magukat a múzeum területén, hogy ők külsősök, mert egyáltalán nem külsősök annak ellenére, hogy nem 8 órában dolgoznak nálunk. Úgyhogy ezután a felismerés után már egészen más lett a múzeumnak a hozzáállása, és sokkal fontosabb az, hogy egyfajta kooperációt építsünk ki a hagyományőrzőkkel, hogy támogassuk őket, mindazon túl, hogy persze meg is becsüljük a munkájukat. A támogatás az jelen esetben ugye azt jelenti, hogy a múzeum gyakran szervez úgynevezett hagyományőrző workshopokat, amikor a régészek,
a csapatok tagjai előadnak, megosztják egymással a tudást. Megpróbáljuk azt, hogy egy sokkal aktívabb kapcsolat legyen a csapattagok és a régészek között, hogy merjék megkeresni egymást, és merjék megosztani egymással a tudásukat, a gyakorlati tapasztalatokat, és így tovább. De például, ami múlt héten volt nálunk, a Nagy Törzsválasztó, ami egy toborzó rendezvény volt, szintén azt a célt szolgálta, hogy azt a problémát, amivel a csapatoknak a nagy része küzd, vagyis az újoncok hiányával, arra a múzeum próbáljon valamilyen lehetőséget biztosítani, vagy egyfajta segítséget, hogy legyen egy felület, ahol ez a bizonyos toborzás megtörténhet. És ennek a közös munkának már látszik az eredménye, tehát néhány éve van az, hogy megváltozott a múzeum és a csapatok közötti viszony, és az egyik ilyen eredménynek nevezhető az Élő Aquincum projekt, ami főként a Florelian, illetve az Amfifest nevezetű rendezvényünkön bontakozik ki. Ugye ez nem más, mint az, hogy a csapatok tagjai közül bizonyos személyek készítettek maguknak saját karaktereket, ezek a karakterek pedig az online térben is működnek, nem csak a rendezvényeken. Ez azt jelenti, hogy a látogatók megismerkedhetnek velük már akkor, amikor a múzeum programjait keresik, majd utána találkoznak velük a rendezvény helyszínén, illetve ezek a szereplők a leggyakrabban jelennek meg a múzeum plakátjain. Tehát mondhatni, hogy a csapattagok, a hagyományos csapatok bizonyos tagjai a múzeum arcaivá váltak, ami nagyon fontos, hiszen azáltal, hogy a látogatók ilyen gyakran találkoznak velük, amikor utána belépnek a múzeum kapuján, akkor egy ismerős közeg fogadja már őket. Sokkal otthonosabban fognak ők is mozogni, sokkal könnyebben veszik már fel velük a kapcsolatot, amikor mondjuk egy programba kell bevonódni, mernek tőlük kérdezni, hiszen többször találkoztak velük. És éppen ezért, hogy ahogy a látogatók nagyobb bizalmat szavaznak a rendezvénynek, sokkal több időt is töltenek el, és sokkal szívesebben is térnek vissza, vagy kapcsolódnak majd későbbi programokhoz. Úgyhogy a hagyományőrzőknek pedig ez a lehetőség lényegében az, hogy ez az élő szerepjátékos hobbi az, amit a hagyományőrzés hobbiuk során is űzhetnek. Tehát azok, akiknek van kedve ahhoz, hogy ebbe az Élő Aquincum projektbe bekapcsolódjanak, az teszi lehetővé, hogy egy sokkal dinamikusabban folyó rendezvény jöjjön létre. Ezek a csapattagok, és amúgy nem csak azok, akik szerepelnek, hanem a csapatoknak a többi tagjai is, sokkal inkább azt érzik, hogy egy rendezvényen szereplés, ez nem feltétlenül kényszer, az, hogy látogatók ott vannak, az sem feltétlenül probléma, hanem egy ilyen örömforrás lesz az, ami ezzel a szerepjátékos programmal megvalósulhat, és ennek hatására sokkal szívesebben kapcsolódnak be a programok kitalálásába, kreatívak lehetnek, elfogadjuk a javaslataikat, és innentől fogva, amikor egy rendezvény sikeres, akkor ez nem a mi sikerünk a múzeumé, hanem ez egy közös siker, és ezt ők is érzik. És éppen ezért motiváltak is lesznek abban, hogy a következő rendezvényben valami más tegyenek hozzá, és még jobbá tegyük közösen. És természetesen ez nem attól, hogy vannak ilyen szerepjátékra hajazó, kicsit lazább programok, ez mind-mind nem azt jelenti, hogy a hitelességet szeretnénk feladni. Szerencsére a csapatok tagjai között is vannak régészek, történészek, de akik nem azok, azoknak is általában nagyon fontos, hogy hiteles dolgokat mutassunk be, viszont attól, hogy valami hiteles, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet szórakoztató. És ennek a kettőnek az egyensúlyát igyekszünk megtalálni, hogy aztán végül tudást közvetítsünk, hiszen ez az elsődleges feladatunk, és ezt gondolják a hagyományőrzők is saját céljuknak, viszont ezt együtt tudjuk csak megvalósítani, és ez jelenleg nagyon jól működik. Itt néhány képet láthattok erről a bizonyos Élő Aquincumról, hogy az online térben ez hogyan jelenik meg. Ugye van videó, amiben feltűnnek ezek a szereplők a plakátokon, ahogy említettem, illetve a jobb felső sarokban ott vannak a karakterek, akik egymásnak is ismerősei, a saját profiljukon is kommentelgetnek, illetve a múzeum tartalmai alatt is, amikor közeledik a Florelia, akkor aktivizálódnak és hangot adnak a véleményüknek. A harmadik pillér pedig a kommunikáció, ami nagyon fontos, ugyanis
a BTM-ben és így Aquincumban is az volt a divat, hogy nincs, nem, ez nem divat volt, ez egy állapot volt, hogy nem fordítottak egyáltalán se figyelmet, se pénzt arra, hogy a kommunikációval törődni kell. Nagyjából az volt az elképzelés, hogy a honlapon hirdetünk, és az nyilván az nem hirdetés, és aztán meg voltunk lepődve, hogy miért nem jönnek a látogatók. Tehát most már ez sokkal tudatosabban működik szerencsére. Fel kell mérni ugyanis azt, és ezt most már szerencsére nem csak a fenntartó, hanem a BTM-nek a vezetősége is látja, hogy a versenytársakkal a kulturális piacon fel kell venni a versenyt, és a nem kulturális piacon is. A nem kulturális piacon a versenytársaink azok nem a más múzeumok lesznek, hanem például a kereskedelmi csatornák, a bevásárlóközpontok, a számítógépes játékok, amiket valahogy überelni kell, hogy feltűnőbbek legyünk, és minket is észrevegyenek. A kulturális piacon, tehát a többi múzeumhoz képest, pedig csak meg kell, hogy különböztessük magunkat. Ők nem lesznek versenytársak, hiszen örülünk annak, hogyha a többi múzeumba is mennek a látogatók. Nem cél az, hogy valakihez inkább menjenek, és a másik rosszul járjon. De például, amikor egy olyan hétvége van, vagyis nem is hétvége, hónap, mint a mostani, hogy ezen a hétvégén Gorziumban van Florália, jövő héten Azzaumban, két hét múlva pedig Aquincumban van Florália, és még a könyvtárklub is szervezett egy Florália nevezetű eseményt, akkor viszonylag nehéz ezzel a névvel kitűnni a tömegből, főleg úgy, hogy mindegyik amúgy valami római tematikájú rendezvény. De természetesen meg kell próbálni, tehát egyedi jegyekkel kell magunkat megkülönböztetni. És az Aquincumi Múzeumnak az egyedi jegyei közé tartozik például ez az élő Aquincum projekt, ami nincs máshol, és ezek a karakterek, ezek úgy vannak eladva a kommunikációnkban, hogy ők Aquincum polgárai. Itt láthatjátok a bal felső sarokban ez a törzsválasztó plakát, ahol szintén ezek a szereplők jelennek meg, de nagyon fontos az, hogy van egy általános imidzsünk is, aminek az a szlogenje, hogy az ókor közelebb van, mint gondolnád, ami pedig amellett, hogy azt szeretnénk vele jelezni, hogy megpróbáljuk közelebb hozni ezt a témát, még akkor is, hogyha az ókor nem annyira divatos, mint mondjuk egy 20. századi tartalom, vagy mint egy kortárs művészeti program, mégiscsak közelebb lehet hozni, hiszen ha valaki eljön bármelyik rendezvényre, ezt fogja érezni. Plusz ugye hozzátartozik az is, hogy nem is vagyunk olyan messze a belvárostól, hiszen a Batthyány tér mindössze 20 perc. Úgyhogy ezek azok a tartalmak, amikkel próbáljuk magunkat felismerhetővé tenni ezen a bizonyos kulturális piacon. És egy nagyon aktuális eredményt tudok mondani, ez a Florália plakát, ami itt van alul. Most az életben először kikerülhetett több buszmegállóba, illetve a kombinón is van 70 darab helyünk, ahol megjelenik ez a plakát. És ennek már most látszik az eredménye, ugyanis ma van egy hete, hogy létrehoztam a Florália eseményt a Facebookon, és az elmúlt éveknek a tapasztalata azt mutatja, hogy amikor megcsinálunk egy ilyen eseményt, akkor nagyjából egy hét alatt olyan 300 emberre megy fel az érdeklődők száma, ennek a fele a hagyományőrzőkből adódik, akik ott lesznek majd a rendezvényen. És aztán utána hirdetjük, és akkor mire eljön a rendezvény, addigra ez nagyjából felkúszik ilyen 2000-re, és aztán utána megjelenik annyi ember, amennyit egy-egy rendezvénynél várunk. Most, hogy kiment ez a plakát, megjelent a buszmegállókban, illetve a kombinón. Semmilyen hirdetés nincs a Facebook eseményen, semmilyen hirdetés nem is indítottunk még el, viszont már most bejelentkezett rádió, tévé, újság, hogy szeretnének interjút készíteni a Floráliáról, az esemény pedig 6 nap alatt már majdnem 1000 főnél van, és még nem is raktam rá hirdetést. Úgyhogy abszolút megéri a kommunikációval foglalkozni, és pénzt fektetni bele, hiszen amit hirdetünk, arra fognak jönni az emberek ezzel, ez még mindig így van. Természetesen online, offline, mindenhol meg kell, hogy jelenjen a múzeum, ezt mi is itt csináljuk. Az online természetesen a különböző közösségi média felületek, rengeteg videót készítünk, TikTokunk van, Instagramunk van, de ezen kívül
hirdetünk különböző hírportálokon, és az offline megjelenés is nagyon fontos. Hát nekünk a legerősebb az offline-ban ez a plakátos dolog, amiről az előbb beszéltem. És akkor ezek a bizonyos eredmények, itt vannak felsorolva a fontosabb rendezvényeink, méghozzá 2017-től, igen. Azt mondhatjuk, ugye szabadtéri rendezvényeket csinálunk, úgyhogy ha esik az eső, akkor nagyjából bukik az egész. Például a tavalyi Floreliánál ezt el is mondhattuk, hogy hiába volt nagyon sűrű a program és nagyon jó a kampány, ennek ellenére szakadt az eső 3 napon keresztül, úgyhogy egyáltalán nem jött annyi ember, mint amennyit szerettünk volna, de még így is többen voltak a szakadó esőben, mint mondjuk 2017-ben. Aztán van egy új rendezvényünk, az Amfi Fest, ami a Katonavárosi Amfiteátrumban volt tavaly, illetve tavaly előtt megszervezve. Ugye ez egy különleges esemény, nem csak azért, mert ingyenes, hanem azért is, mert a Katonavárosi Amfiteátrumban gladiátorok lépnek fel, sokkal látványosabb, egészen más, nem múzeumi környezetben rendezvényt csinálni, nem csak azért, mert mondjuk semmilyen infrastruktúra nincs az amfiteátrumban, és ez külön kihívás, hanem sokkal, sokkal másabb kihívásokkal kell megküzdeni magában a rendezvény programjainak az összeállítása során is. Ettől függetlenül ez egy nagyon sikeres rendezvényünk, az első évben majdnem 10 000, tavaly pedig majdnem 11 000 ember látogatott el erre a programra. Tehát amikor az van, arról gondolkodunk, hogy vajon mennyire divatos az ókor, és mennyire lehet eladni, akkor ez úgy meggyőz minket egy kicsit arról, hogy azért vannak módszerek, amivel 11 000 embert arra lehet bírni, hogy egy ókori tematikájú program mellett tegye le a voksát, és oda jöjjön a hétvégén, és ott töltse el az idejét. Úgyhogy ezek mind-mind nagyon jó érzéssel töltenek el minket, és biztatnak minket arra, hogy ne adjuk fel, hanem folyamatosan találjunk ki újabb programelemeket, újabb kampányokat, hogy meg tudjuk szólítani az embereket, jöjjenek el hozzánk, és részesei legyenek egy nagyon emlékezetes múzeumi élménynek. Úgyhogy igazából én ennyit szerettem volna mindössze elmondani. A hagyományőrzőkkel kell együtt dolgozni, én ezt javaslom minden múzeumnak, ugyanis tényleg ők viszik a hátukon a programokat. Ennyi, köszönöm szépen!